hallod, egy dinnyét robbantanak, b***. Jaj, már vesz. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Itt vagyunk a Bosnyák-téri falunapon augusztus 20-a alkalmából, és ezen a jeles ünnepnapon egy tűzijátékkal is fogunk kedveskedni, de ezt a tűzijátékot nem én fogom elvégezni, hanem már is itt izgul mellettem két fiatal ember. Sziasztok, ti kik vagytok és honnan érkeztetek? Sziasztok, mi vagyunk az Antocián? Én Ádám vagyok. Én pedig Péter. És milyen tűzijátékkal kedveskedtek itt a nézőknek augusztus 20-a alkalmából? Ugye ez egy nagyon jeles ünnep, és általában tűzijátékot szoktunk mutatni, mi viszont egy másik speciális robbantást fogunk mutatni, ami nagyon látványos lesz. Egy dinnyét fogunk felrobbantani. Egy dinnyét fognak felrobbantani? Hogy néz ki ez a dinnye felrobbantás? Áruljuk el a kedves nézőknek! Ugye általában fogunk egy palackot, berakunk száraz jeget, amiről az Ádám fog beszélni, ezt lezárjuk, a dinnyét rárakjuk, és akkor meglátjuk, hogy mi fog történni. Mit érdemes tudni erről a száraz jégről, csak hogy otthon a képernyők előtt ülők is láthassák, jaj, teljesen zavarban vagyok itt az élő adástól. A száraz jég egy nagyon hideg anyag, körülbelül -78,5°C, tehát ilyet soha nem szabad csinálni, mert az embernek lefagy a keze. Különböző fagyási sérüléseket tud okozni. Egyébként ez egy szilárd széndioxid, ami szublimál. Ahogy lehetett látni, ilyet nem szabad csinálni otthon. Én szerintem meg sem merném próbálni, bár én bevallom, mindig annyira buta voltam fizikából, meg kémiából. Na mindegy, én bízom bennetek, hogy ti ezt jól meg fogjátok tudni csinálni. Hogy kell előkészülni erre a kísérletre? Ugye, amint már mondtam, egy palackba lesz maga a robbanás. Fogni kell a palackot, rakunk bele egy kevés vizet, berakunk száraz jeget, ez elkezd szublimálni, nagy nyomás keletkezik, rárakjuk a dinnyét, és akkor van egy hatalmas egy robbanás. Hát akkor nézzük ezt a hatalmas nagy robbanást. Innen a nem Boráros téren vagyunk, hanem hol is vagyunk, nézem, hogy mi van kiírva a Bosnyák téri augusztus 20-ai falunapról. Maradjanak velünk! Hát ez hihetetlen, lehet látni, hogy ez az alma nagyon szétrobbant. Ha nekem is így tanították volna annak idején a kémiát, lehet, hogy én is szeretném. Mit tudtok elmondani, hogy jó tanácsként, aki otthon ilyet szeretne csinálni, csináljon-e, ugye-ne? Ne, ennyi, röviden nem. Röviden ne. Tehát ebből is lehet látni, hogy ez egy nagyon veszélyes kísérlet volt, ilyet még véletlenül se csináljatok otthon. Egyrészt száraz jéghez nehéz hozzájutni, szerencsére, illetve én úgy tudom, mert nem értek hozzá, nehéz hozzájutni? Eléggé. Így van. Hát ennyi volt most az augusztus 20-ai külön kiadásunk, innen a Rákoskeresztúri falunapról, a Boráros Bosnyák térről. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, a szüreti mulatságos adásunknál jövünk majd vissza a szó a stúdiójé.